Már a kúriát is súlyos következményekkel fenyegette meg. Bírók fejbelövésével és épületek felrobbantásával is ijeszgetett egy férfi, aki 15 éve járja a bíróságokat. A múlt héten már másodszor ítélték el terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, de könnyen lehet, hogy megint vádlott lesz, mert ebben az eljárásban is bosszúállással riogatott. A korlátozottan beszámítható férfi most sem kapott letöltendő börtönt, de a kényszergyógykezelését sem rendelhették el. Már most megmutatom, mire számítsanak ebben a riportban. Felnőtt emberek vagyunk, figyeljen ide, diplomás ember. Minden... A vádlott felpattant, fenyegetőzött. A bíró alig tudta csillapítani. Ezt csinálja évek óta, ha neki nem tetsző ítéletek születnek. Ha össze akarjuk foglalni, hogy mi történt, azt azzal kell elkezdenünk, hogy a vádlott beteg. Paranoid zavarokban szenved, és ennek a betegségének van egy olyan kihatás is az életére, hogy nem tud megtenni valamit, amire a legtöbb ember képes, nem tud elengedni dolgokat. Az 50 év körüli férfinek borzalmas gyermekkora volt, ráadásul egy balesetben fejsérülés szenvedett. De felépült, még diplomát is szerzett. A magánéletben azonban kudarcok érték. Dadogása miatt nem tudott ismerkedni, és azzal az élethelyzettel nem tudott mit kezdeni, amikor egy nő úgy igazából elutasítja. Tulajdonképpen ez történt most már lassan 15 éve. Egyszer volt egy barátnője, de a nő faképnél hagyta. A férfi képtelen volt elengedni, és túlment egy határon. Zaklatás vétsége és zsarolás kísérlete miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Onnantól kezdve, ahogy ön megkereste a kúriát, illetőleg ágált a bírósági határozatok ellen, az már egy zsákutca volt. Évek óta bíróságról bíróságra jár. Kezdte a PKKB-n, aztán a fővárosi törvényszéken, majd az ítélőtáblán. Még a kúriát is megjárta. A vádlott egy kártérítési ügyet indított, amelyben a kúria jogerősen elutasította a döntését, és ennek kapcsán írt egy olyan levelet a bíróságnak, amelyben az volt, hogy ha a kúria válasza ismét elutasító lesz, önnentől kezdve ő egy két lábon járó ketyegő gomba lesz. Két lábon járó dükitörés. A kúriának írt levél után terrorcselekménnyel fenyegetés miatt megvádolták és elítélték. Az elsőfokú ítélet kihirdetésekor az ítéletet hozó bírót félbeszakítva közölt, hogy ez az egész eljárás felháborítja, és már most mondja, hogy ha fenntartják az ítéletet, akkor olyan súlyos bűncselekményeket fog elkövetni, borzasztó dolgokat fog csinálni. Például felrobbant egy épületet, tele emberekkel, legalább felfigyelnek rá. Emiatt a kijelentései miatt indult az a terrorcselekménnyel fenyegetés miatti eljárás, amiben azt a bizonyos 6 hónap 3 évre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabták ki önnel szemben, és amelyben elrendelték a pártfogó felügyeletét. A bíróság tanúként meghallgatta a férfi pártfogó felügyelőjét, hogy ő mit tapasztalt. 97 óta foglalkozom elítéltekkel, szóval több ezer elítéltet meghallgattam már. Az úr volt az egyedül, aki ennyire kezelhetetlen volt. És azt mondta a pártfogó felügyelőnek, hogy ha az ügyvédje nem lett volna jelen itt a fővárosi törvényszéken az ítélet kihirdetésekor, akkor már ott ráborította volna a bíróra az asztalt, és legszívesebben minden bírót fejbe lőne. Minden bírót fejbe lőne, embereket robbantana. Nem lehetett tudni, hogy ezt komolyan gondolja, vagy csak a levegőbe beszél. Tehát, hogy ezek a fenyegetések olyanok voltak-e, amelyekben másokban ténylegesen félelmet keltett, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy mások ettől megijedjenek. Vajon mi van a fejében? A férfit elmeorvosok vizsgálták, és a következőt állapították meg. Paranoid személyiségfejlődés talaján kialakult a terhére rótt cselekmény idején és jelenleg is fennálló tartós deluzív, azaz téveszmés elmezavar áll fenn. Közepes fokban korlátozott volt a beszámítási képessége, mégsem kapott pszichiátriai ellátást. Az ügyészség is hiába próbálkozott. Az ügyészség indítványozta a Nagykátai Járásbíróság polgári ügyszakában, hogy intézeti gyógykezelésre kötelezzék őt, és akkor ezt a ügyészi indítványt a Nagykátai Járásbíróság elutasította. Van annak kockázata, hogy a fenyegetések mikor válnak tettekké. Például 1973-ban Marcaliban
Egy 77 éves munkásőr pisztollyal a kezében bement a bíróságra. Szemben a karabinónak ott volt a pulpitusa, az ügyész tartózkodott ezen az oldalon, ide lépett be az elkövető a kezében a fegyverrel, és ahogy belépett az állítóterembe, akkor kezdte el a bírót lőni tulajdonképpen. A bíró 3 lövést kapott, meghalt. Hogy miért ő volt a célpont? A gyilkos a következőt vallotta. Zavarta az ítéletek igazságtalansága, ahogy ő fogalmazott. A 77 éves férfi folyton pereskedett. Bosszút akart állni, amiért Lasics Antal bíró az egyik ügyben számára kedvezőtlen ítéletet hozott. A gyilkos büntetőpere 1974-ben Budapesten kezdődött. Megállapította a bíróság, hogy az elkövető elkövette a terhére, tehát a vádiratban foglalt bűncselekményeket, azonban az elme működésének olyan súlyos zavara áll fenn, ami miatt ő vele szemben büntetés nem alkalmazható, és ezért a kényszergyógykezelését rendelték el. A veterán munkásőr végül az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe került. Ott halt meg 1975-ben. Aztán itt egy másik ügy. 2016-ban egy zavarodott férfi egy kalasnyikovval besétált a kiskunhalasi ügyészségre, hogy végezzen a vezető ügyésszel. Téglás Péter főügyészt jött, nem tudom a pontos kifejezést, megölni, vagy fejbelőni, vagy kinyírni, valami ilyesmit mondott, de hát határozottan állította, hogy őt szeretné eltenni láb alól. A férfi több lövést is leadott. Csak azért nem történt tragédia, mert az épület gondnoka hosszas dulakodás után lefegyverezte. Na, akkor még utoljára ráfogtam a csőre, és akkor nyomtam el egész erre a csövet. A támadó tárgyalásán kiderült, hogy ő is folyton pereskedett, és bosszút akart állni az ügyészen. A bíróság végül úgy találta, hogy a férfi nem beszámítható. Álláspontunk szerint a terhére rótt cselekmény elkövetésének időpontjában is pszichotikus állapotban, téboly állapotban volt, mely kóros elmeállapotként értékelhető. A kiskunhalasi lövöldözőt is az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe küldték, nem börtönbe. Most itt van ez a férfi, aki szintén halálos fenyegetésekkel ijeszgetett. Megint az a kérdés, hogy ez komoly vagy sem? Tisztelt Bíróság, a büntetés az nem cél, a büntetés egy eszköz. A büntetés jelen esetben annak az eszköze tud lenni, hogy megakadályozzuk azt, hogy hasonló cselekmények történjenek, meg tudjuk akadályozni azt, hogy félni kelljen. A mentálisan beteg férfi ügyvédje szerint védencétől nem kell félni. A védő a fennálló elmezavarra tekintettel enyhe büntetést kért, sőt, a vádlott felmentését. Álláspontom szerint az, hogy a vádlott büntetést kapna, az nem megoldás. Tehát nem megoldás a szabadságvesztés büntetés, nem megoldás a kényszergyógykezelés, mert a vádlott életét álláspontom szerint ez tönkretenné. Csak hogy a terrorcselekménnyel fenyegetés egy súlyosan büntetendő bűncselekmény. Az ön esetében a két rendbeli elkövetése tekintettel 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztés az a büntetési tételkeret, amelyben kiszabhatja a bírósága büntetését. Ennek a középmértéke 7 év letöltendő börtön lenne. Ráadásul a férfi visszaeső, nem először ítélték el a viselkedése miatt. Tehát végül is két ítélet született az ön korábbi ügyeiben, és mindig felfüggesztett volt ez a szabadságvesztés. Még egyszer sem ítélték letöltendőre. Nézzük most, milyen büntetés szabott ki a bíróság. Vádlott, bűnös, két rendbeli, a BTK 316. paragrafusába ütköző és aszerint minősülő terrorcselekménnyel fenyegetés büntettében. Ezért a vádlottat halmazati büntetésül 200 óra könnyű fizikai jellegű közérdekű munkára ítéli. Most sem kell börtönbe mennie. A bíró ezt azzal indokolta, hogy a férfi közepesen súlyos elmeállapota a büntetés korlátlan enyhítését teszi lehetővé. Az ön esetében az egyéni visszatartó erőt biztos, hogy nem a végrehajtandó szabadságvesztés büntetéssel lehetne elérni, annak akár állapot rosszabbító hatása is lehet, másrészt pedig nem tudom, hogy mennyire van felkészülve a büntetés végrehajtás az ilyen jellegű nehéz emberekre. Az elmeállapota miatt nem zárják börtönbe. Ugyanakkor, amíg nem követel konkrét, erőszakos bűncselekményt, addig a kényszergyógykezelését sem rendelhetik el.
Így maradt a közmunka. Ez lehet kertészkedés, emberek között dolgozva, besegítés, akár iskolában, szociális intézményekben. Ezt a bíróság több tekintetben is praktikusnak tartotta. A bíró ítélete szerint valahol egy szociális intézményben kell neki helyet találni, ahol letöltheti a büntetését. Közérdekű munka önhibából történő el nem végzése esetén a büntetés végrehajtási bíró dönt majd a szabadságvesztése történő átváltoztatásról. Úgyhogy kérem, hogy ennek próbáljon meg eleget tenni. Nem fog el. A férfi megint teljesen bepörgött. A 200 nap közérdekű munkát is elutasította. Ekkor történt az, amit a riport elején már láthattak. Felnőtt emberek vagyunk, figyeljen ide, diplomás ember. Minden... A mentálisan zavart férfi teljes felmentést követelt. Az ügyész viszont súlyosabb büntetést akart, ezért mind a ketten fellebbeztek. Ez az ítélet nem jogerős. Időközben azonban felmerült, hogy a tárgyaláson elhangzott fenyegetéseknek lehet-e további következménye. Minden esetre a fékezhetetlen természetű férfi szabadon távozhatott.